Tehát ez a 16. adás lesz. Jó, de jó. Všude každý koutek znám a pěknou cestu vždycky mám. Mě dobrý vítr provází, nic mi neschází. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Túlnáv című podcast sorozatnak a 16. adása. Műsorvezető kollégáim ezen a héten Gáspár. Hey. És Zoli. Yo. Yo, man! Tudtam, hogy ez régen volt már ilyen hármas felosztás, ugye mi is igen régen voltunk így együtt, szerintem legutoljára talán a videójátékos külön kiadásnál beszéltünk mi hárman. Ezúttal nem készültünk külön témával, csak hát úgy összeszedtük, hogy milyen filmeket láttunk, és a filmek után pedig Zoli egy kis zenei rovattal is készül, úgyhogy erre is számíthatok majd az adás vége fele tájt. Addig is pedig hát elég vegyes felvágott van így, ahogy láttam magam előtt a listát, úgyhogy szerintem érdemes is elkezdenünk. Az első filmet Gáspár hozta, és ez a Michael Bay-nek az idei filmje, hogyha jól tudom. Ez a Pain and Gain, magyar címe nincsen, illetve egy ideig volt a izompacsirták, vagy valami ilyesmi volt. Izomagyak volt a címe. Helyette lett a Pain and Gain. Mit gondoltál erről a filmről? Meg úgy Michael Bay munkásságáról unblock, hogy tetszett? Hát, most lehet, hogy a második mondatom el fogom veszíteni a hallgatóságunknak egy részét, de én igazából úgy gondolom, hogy Michael Bay képes vállalható filmeket csinálni, amik szórakoztatók a maga nemében, vagy maga kategóriájában. Lásd mondjuk a Transformers 1, vagy a Sziget, a hát a nagyon magány, nagyon nyálas módján talán az Armageddon is. Meg mi van még? Még valami volt. Bad Boys. Az abszolút. Mm. Szóval azért ő tud viszonylag vállalható filmeket csinálni, amiket azért így el lehet nézni, meg rögcsélni, vagy izgulni, vagy valami, tehát ami vállalható. És ugye tudva, hogy a Pain and Gain-be agyik kigyúrt Drak és Mark Wahlberg lesz. Én valami ilyesmire számítottam, hogy azért ilyen nem kell komolyan menni. Kicsit ilyen Bad Boy-szerűségre, hogy csak nem zsaruk lesznek, nem fekete zsaruk lesznek, jó, hanem ilyen kigyúrt állatok. És akkor mit tudom én, de ott majd lesz pózolás, meg beszólás, meg mit tudom én, hasonlók. Na, ezt képest a film az minden volt, csak ez nem. Nem volt jó. Nem volt jó. Nagyon nem volt jó. Nagyon rossz volt, vagy valami ilyesmi. Rossz doktor volt. Rossz doktor volt. Jó, értem. Igen. Értem, sajnos. Bocsánat. A legnagyobb probléma, ugye a film az arról szól, hogy valamikor a igaz történet alapján, hogy valamikor a 90-es években ilyen nagyon idióta, tényleg egy izomagyú, ilyen gyúrós és fitnesses és ilyen hasonló szubkultúrában mozgó egyének elrabolnak embereket, illetve megpróbálják őket így meg úgy lenyúlni, pénzre szert tenni általuk, és ezt a történetet dolgozza fel a film, és ugye a már említett Drak az egyik főszereplő, illetve a főszereplő az a Mark Wahlberg, aki úgy ki van gyúrva, mint az állat. De nagyon viccesen néz ki. G.I. Joe belőle? Vagy micsoda? Ilyen Action Man figura, vagy G.I. Hát, Joe figura? Körülbelül, de nem tudom, kicsit furcsán néz ki. Mindegy. És akkor ők a teljesen idióták, akik végül is ezeket a bűncselekményeket végrehajtják. Na most a probléma az volt, hogy én ezt ugye el tudom mondani, hogy erről szólt a film. Viszont amikor néztem, akkor körülbelül fél óráig fogalmam nem volt, hogy ez a film mi az Isten akar lenni. Egész konkrétan nem tudtam eldönteni, hogy a karakterek idióták, ahogy ez egyébként végül is kiderült, hogy így van. Tehát, hogy a karakterek a hülyék, és direkt így vannak megírva, mert ők hülyék. Tehát, hogy ők azért ilyenek. Volt a másik lehetőség az, hogy a karakterek hülyék, de azért hülyék, mert szarul vannak megírva.
A C lehetőség pedig az volt, hogy a karakterek nem hülyék, csak mind a Mark Wahlberg, mind a Rock iszonyat szarul játszik. És ekközül a három lehetőség közül nem tudtam eldönteni, hogy melyik áll fenn, körülbelül a film, mondom, első fél órájában, ami igazából baromira kizökkent, mert itt folyamatosan azon gondolkozom, hogy mi a jó Istent látok én most tulajdonképpen. És igen. Azt láttam, hogy comedy, action, tehát ilyenek vannak az IMDb, mint elvileg ez vicces akart hát lenni igen, ez a film. Igen, csak nem jött át, hogy most így direkt akar vicces lenni, vagy trash, vagy nem trash, hanem elbaszták, és azért vicces, vagy nagyon... Tényleg nem tudtam eldönteni, hogy most itt mi van, és ez azért így elég nehéz filmet nézni, ha az alapvető dolgokat nem tud eldönteni fél órán keresztül. Igen. Igazából annyira nem volt bűn rossz onnantól, hogy így nagyjából sikerült elkapni a fonalat. Azért volt pár vicces rész, még lehetett ott, és hát nem mondom, hogy nagyon nevetni, meg mosolyogni, de hogy azért úgy hehe részni azért el lehetett. De azért én nem tudom, valahogy többre számítottam még akkor is, ha Michael Bay-ről van szó. De azért tényleg egy szórakoztatóbb. Ilyen egyszerűen nem túl bonyolult, de szórakoztató filmre számítottam, és hát ez nem igazán sikerült neki ezúttal, szerintem. Egyébként sokan azt emelték ki a filmek kapcsolatban, leginkább Amerikában, hogy igazából azzal volt a problémájuk, hogy ez egy igaz történetnek a Michael Bay esített változata. És eredetileg az igaz történet az annyira nem volt vidám, sőt kifejezetten komoly és drámai dolgok történnek, persze abszurd dolgok, de azért mégiscsak drámai. És sokan azt kifogásolták, hogy ebből miért kellett egy ilyen agyatlan baromságot csinálni. És talán jogos is lehet a felháborodás, én nem láttam a filmet, tehát így nem akarok róla nyilatkozni, de most lehet egy kicsit demagóg példa, de olyan, mintha Auschwitzból csinálnának egy romantikus vígjátékot, vagy ilyen. Azért ez kicsit ilyen. Durva. Durva Vagy példa. Lezinét. Tehát az egyik, hogy egy relatíve komoly és megtörtént igaz eseményből csinálnak egy teljesen más műfajú darabot. És persze ehhez emellett el lehet úgy menni, jaj, de hát szórakoztató, meg most én jól heheréztem a filmen, ahogy te fogalmaztál, de attól függetlenül azért mégiscsak egy primitív módja ez szerintem annak, hogy ezt a történetet hogyan lehet elmesélni, főleg, hogyha mondod, hogy annyira azért nem is sikerült jól a film, tehát, hogy nem lett se túlzottan vicces, se túlzottan akciódús, hanem inkább ez a ilyen középlangyi. Hát igen, ilyen langyi. Ugye, ahogy mondod, hogy igazából komoly történetből, vagy hát ilyen viszonylag komoly kimenetelő történetből szerintem lehet vicces filmet csinálni, csak mondjuk ahhoz olyan rendező kell, most valamiért a Coen-tesók jutnak eszembe. Tehát, hogy olyan rendező kell, akinek van stílusa, mert ugye ők is folyton azt csinálják, hogy mindenki idióta a filmjeikben. És hogy itt is ez volt, hogy mindenki idióta, csak a Coen-tesóknál működik, mert ők tudnak filmet rendezni, ők ugye jó félszerzői mitkát rendezők, a B meg nem. Szerintem igen, hát egy szó hiányzik abból, amit felsorolt, a tehetség. Hát, tehát Coen fiúvéreknek kell mondani. Bocsánat, én inkább azt mondanám, hogy stílus, mert mondom, én megbocsájtó vagyok a Michael Bay-jel azokra a filmekért, amiket elmondtam. Tehát, hogy tudom, hogy ő tud nézhető és szórakoztató filmet csinálni a maga műfaján belül. Na most az ő műfaja viszont nem ez a vígjáték, vagy nem ez az ilyen szatirikus dolog, hanem az egyszerű pózolós. Igen, persze. De hát azért is jött ki most ez a dolog, azért jött ki hülyén, mert ugye érezni, hogy ez nem az ő területe, és mégis megpróbálta, és nem tudom mennyire próbált abszurd meg groteszk lenni a film, de szerintem ezt nem nagyon kéne neki erőltetni, mert ez pontosan az egy síkban gondolkodó primitív embernek tűnik, aki egy kész, mint a nézed a reklámot, és ennyi. Tehát így nem véletlenül jössz reklámfilmes világból. Igen, ez volt a baj, hogy ő próbálkozott ilyen lenni, ugye, ahogy mondtam, csak nem sikerült neki, ezért nem jött át nekem, hogy miről szól a film. Tehát ugye lehet iróniát, meg ilyesmiket próbálgatni, meg csinálni, csak akkor azt úgy kell, hogy megértsd, hogy most iróniáról van szó. Jó. A B-rajongóknak egyébként ajánlod a filmet, vagy
igazából nem veszít az ember semmit, hogyha Hát kihagyja. én azt mondom, szerintem nem veszít, de egyébként sokaknak tetszett, meg sokak jól szórakoztak rajta. Nekem nem jött át, hogy ez mi akar lenni, úgy összességében, úgyhogy nekem nem tetszett, de láttam, hogy azért sokaknak bejött. Úgyhogy Jó van. valaki nagyon ráér, akkor esetleg. Következő filmet Zoli hozta, az a címe, hogy The Garden of Words. Kérlek, Words. Azt mondtad? Igen. Jó, 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 Jó. jó, 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 meg minden. Szóval, igen, tökéletesen felvezetem itt a filmet, az ilyen hip-hopperes beszéddel jó, meg hasonló, mert egyébként a film is full gettóban játszódik ember, na jó, nem, szóval. Ez egy 45 perces anime film egyébként. A rendezője egy bizonyos a Comics Wave Films készítette, és a Makoto Shinkai rendezte, aki meglepő módon sorozatukon nem szokott dolgozni, hanem csak filmeket ad ki. Tehát, hogy így ilyen szempontból mondjuk, mint a Miyazaki, vagy akár Satoshi Kon neve hasonlóan működik ő is, hogy így feature filmeket, short filmeket kihoz így mondjuk 2-3 évente, és akkor úgy azzal ő megelégszik. Többnyire mindegyik filmjének van egy ilyen felnőtt hangulata, eleve ezek szerintem nem olyan, mint mondjuk a korábban említett Miyazaki, hogy gyerekek is nézhetik, és felnőttek is. Ez egyértelműen a felnőtteknek szólnak az animék, nem arról van szó, hogy esetleg erőszakosak lennének, vagy olyan szexi jelenetek szerepelnének a film folyamán, hanem inkább úgy a témája és azok a gesztusok, amiket a karakterek adnak egymásnak. Na most a Garden of Words is ilyen, amiben a főszereplője, két főszereplője van, az egyik egy fiú, aki cipőket akar készíteni, ez az álma, a másik pedig egy 27 éves tanár. Tulajdonképpen véletlenül találkoznak össze egy parkban, amikor esik az eső, és mind a ketten ugyanarra a helyre menekülnek, és onnantól kezdve mindig, minden egyes alkalommal, amikor esik az eső, ők ketten oda mennek, és ott beszélgetnek, és szinte már várják az esőt. A karaktereknek van mélysége, de itt jön a filmmel kapcsolatos problémám, és szinte sajnálom emiatt talán a filmet. Nevezetesen az, hogy két karaktert nem lehet rendesen kibontakoztatni szerintem 45 perc folyamán, vagy legalábbis nem azzal a japános felfogással, hogy olyan lassan folydogál a történet, kapunk ilyen kis foszlányokat, de csak a végére teljesedik ki. Na most egy ilyen filmben viszont ez pont hogy hátrány, mert hogy lassú, és mire elérnénk a tetőpontot narratíva szempontjából, addigra egyszerűen nem tudunk együtt érezni még annyira a karakterekkel. Tehát én mire végre úgy lettem volna, hogy akkor látom a motivációkat, megértem valamelyest a személyiségüket, és hogy a rendező mit akart velük elérni, illetve a film szimbolikáját tekintve is, addigra véget ér, és emiatt picit olyan hirtelennek tűnik a zárása. Tehát mindenképpen szerintem sokkal jobb lett volna a film, hogyha mondjuk kibővítik akár csak egy negyed órával, tehát hogy meglegyen egy ilyen egy órás alkotás, de így 45 percben nagyon nehéz, és sajnos ezt az akadályt nem is ugorja át az alkotó. Attól függetlenül egyszer ajánlom, hogy megnézzétek, mert tényleg így az emberi kapcsolatokat és ezeket a ilyen finom gesztusokat testbeszéd szempontjából, vagy akár csak az olyan beszélgetések, amik folyamán szavak sem hangzanak el, azokat a film nagyon jól bemutatja, csak ne várjatok egy olyan világ megváltó alkotást. Ezt tudnám róla mondani így. Jó. Röviden. Sajnos tényleg csak azt tudnám ismételgetni, hogy 3/4 órában ezt nem lehet rendesen megalkotni. De attól függetlenül tényleg szerethető karakterek, jó történet, csak nem több, mint ami. Úgyhogy, ha mondjuk pontozni kéne, nem tudom, így 6-ost adnék rá. Tudom is, hogy... Akkor ez ilyen majdnem jó. Majdnem jó, igen. Jó, hát a következő majdnem jó film, az a Jack Reacher. Ajaj! Majdnem végignéztük film. Inkább csak nem. Kb. A feléig jutottunk? Hát, hogy nagyjából igen. Tom Cruise
krimi film, egy Lee Child nevű írónak a novellájából készült, illetve regényeiből készült. Elvileg ez egy, ez a Jack Reacher figurája, ez egy valami 190 centi kigyúrt, kopasz, nagy darab állat. Tom Cruise. Igen, tehát így pont az ellentétjét sikerült egy castingolni. Nem is tudom, hogy egyébként miért kezdtük el nézni a filmet, lehet, hogy az én saram egyébként, hogy én ajánlottam, de... Szerintem közös megegyezés volt. Igen, hogy így gondoltuk, hogy megnézzük, mert hát, ha jó. Nem. Hát nem, tehát nem lett igazunk, és olyan szinten nem, hogy egyrészt engem rohadtul nem érdekelt a film, tehát egyáltalán nem érdekelt a sztori meg, hogy mi történik. Nem azzal van a baj, hogy krimi, hanem egész egyszerűen olyan szarú volt megírva szerintem, hogy így tényleg totálisan érdektelen karakterek ültek, vagy álltak és beszélgettek, tehát kb. Ennyi volt a film. A felénél ki lehetett talán, tehát bár nem láttuk a végét, tehát nem győződtünk meg igen. A saját véleményünkről, de szerintem eléggé kitalálható, hogy mi a vége, és mit fog történni, vagy mi történt valójában, ami megint csak nem túl jó. Ilyenkor meg ugye marad a rendezés, mint mentővár, ami hát nem túlzottan volt erőteljes szerintem. Maradott színészi játék, ami Tom Cruise, tehát szétműtött arccal ült, és semmi, ennyi volt a kb. Az egész szerepe. Egyébként utána néztem az Oblivion-t, szintén nem jutottam vele sokáig, maximum fél óráig, de ott valamivel vállalhatóban nézett ki, nem tudom, ott több pénz volt rá, vagy valami, tehát ott... Hát az egy kicsit ott volt, nem tudom, történet is meg, tehát azért ez úgy egy hangyafasznyival vállalható film, mint ez. Viszont volt egy jelenet, ami miatt most megemlékezünk erről, úgyhogy kérlek, Gáspár, próbáld meg valahogy átadni ezt az életérzést, hogy a miközben néztük, és ami történt, és ez, hogy ez így hogyan történhet. Nem fog sikerülni, hát ezt a fél meddig nem is emlékszem rá, hogy mi történt, de azt tudom, hogy egy ominózus fürdőszobában verekedő jelenetről van szó. Ami ugye alapvetően ez a Jack Reacher, ez egy hát magát komolyan venni akaró vagy próbáló film, tehát azt, hogy most nem sikerült neki, az egy dolog, de hogy az volt a cél, hogy ez egy komoly krimi film, vagy komoly akciófilm legyen, de ezt képest van egy gyakorlatilag ilyen Leslie Nielsen szintű verekedés egy fürdőszobában, mert nem tudom pontosan mik történnek, de effektíve ilyen Leslie Nielsen hangulat van az egészben, és így néztem, hogy ezt így tehát ez volt a reakcióm a film nézési közben, mert egyszerűen fogalmam nincs, hogy ezt így komolyan gondolták, vagy az így, hogy és mi. És... Aki nézi a nosztalgia kritikát, annak a Big Lift Alligator Moment kifejezéshez valószínűleg sokat mond. Az a lényeg, hogy ez egy olyan jelenet, teljesen oda nem illő jelenet egy filmben, ami egyrészt elüt a tónustól, másrészt történetben sincs semmi szerepe, és későbbiekben nem is említik meg, hogy ez miért volt ilyen furcsa. És szerintem ez a jelenet abszolút beletartozik ebbe a kategóriába. Elég erősen. Mert de olyan szinten nem illett bele a filmbe, hogy azt hittem, hogy valami máshonnan vágták be, hogy nem is erre forgatták. És még annyit említsünk meg, hogy iszonyatosan szarok voltak a párbeszédek szerintem, tehát ilyen nagyon kemény beszólások voltak, de közben meg sík szar volt az egész, vagy nem tudom, hogy ezt most paródiára szánták, vagy sem, és szerintem ugyanaz a helyzet lehet, mint a Pain and Gain-nél, csak itt még rosszabb, hogy lehet, hogy ez a film egy ilyen ironikus krimi akart lenni, hogy ilyen direkt sablonos, meg direkt vannak ilyen kemény beszólások, amik direkt szarok, meg volt az a jelenet is, amiről beszéltünk, de közben meg egyáltalán nem jött át ez, hogy ez vicces akar lenni, vagy bármi, emiatt meg maradt szimplán egy gagyi akciófilm krimi, aminek igazából se füle, se farka, és mi szerintem nem döntöttük rosszul, mert abba hagytuk, mert egyszerűen semmi nem motivált arra, hogy tovább nézem. Hát, én például engem sem, és azóta sem. Tehát így itt ücsörög a laptopon, de így ez a... Nem. Werner Herzog alakítja az egyik főgonosz szerepét, ki tudja miért, tehát nem tudom, hogy mi van, hogy új német új hullámot akar elkezdeni, és arra gyűjt pénzt, hogy mi a szar van itt, hogy most hogy vállalhat el ilyet. Ugye ő hát, egy, azoknak mondom, akik esetleg nincsenek annyira tisztában vele, ő egy német új hullámos rendező, aki azért így elég nagy, tehát a stílus korszakon belül egy eléggé ismert és eléggé fontos figura.
És totál elmebeteg Hát, egyébként. az már más kérdés, de... Sztorikat olvastál le róla, de... Pont ma volt róla szó, hogy ilyen, nem tudom, őserdőbe forgatták a nem is tudom melyik filmet, és hajót kellett átvinni a hegyen. De erről szól a film, hogy át kell húzni egy hajót egy hegyen, és ezt egy effektíve megcsinálták az emberekkel, hogy akkor azt így, most ezt a hajót így át kéne vinni a hegyen, és ott emberek meghaltak már. Igen. Hogy a főszereplő így mondta, hogy na jó, akkor most így elmegy, mert hogy neki így elege volt arra a napra, mit tudom én, és így a herceg így fogott egy puskát, és ráfogta, és mondta, hogy nem, itt maradsz, és megcsináljuk a filmet. És kénytelen volt ott igen, maradni. Igen. De a főszereplő ez a Klaus Kinski, aki dolgozott, az konkrétan elmebeteg volt az ember, az pedofiliával is megvádolták, az egy dühöngő őrült volt gyakorlatilag. Mondjuk olyan fej is van, azért. De abszolút, tehát ahogy kinéz, annál még durvább maga az ember, és volt olyan, hogy bezárták a lakókocsiába, ott meg szétvert minden berendezést, aztán ment vissza forgatni, tehát azért ketten megtalálták egymást, meg ilyeneket olvastam, hogy valami fogadott a herceg az egyik rendező haverjával, hogy valami nem tud megcsinálni valami filmet, és akkor haverja mondta, hogy de igen, meg tudom csinálni, és akkor az lett a végeredménye, hogy azt mondta a herceg, hogy jó, hogyha megcsinálod, akkor megeszem a cipőmet. És a csávó megcsinálta, és a herceg el is fogyasztotta a saját cipőjét, amiről készült egy dokumentumfilm. Én arról tudok, hogy azt hiszem valami törpe színészeket instruált, és hogy nekik mondta, hogy nem is tudom, mit kellett csinálniuk, és mondta nekik, hogy ha ezt megcsináljátok, akkor mesztelenséggel leugrok egy fáról bele egy kaktuszbokorba. És megcsinálták a törpe színészek, és a herceg is megcsinálta, tehát leugrott. Nem volt teljesen száz ember. Van egy interjú, ahol interjú közben légpuskával nyakon lövik, és így folytatja tovább az interjút. Azt mondja, hogy ja, mindennapos dolog, előfordult már ilyen, is folytatja szerintem tovább. Most megmagyaráztuk, hogy miért van a Jack Reacherben egyébként. Hogy hát így most már kevésbé tűnik. Igen, így már belejtik abszolút. No, mehetünk is tovább. Irdatlan lendülettel haladunk. Srácok, nagyon büszke vagyok mindenkire. Yeah. Nem is tudom hirtelen, hogy most éppen mit válasszak. Hogyha már ilyen mindfuck filmeknél tartunk, akkor a Pokoljárást tudnám említeni, ami Zoli szerencsé, Zoli ajánlatával néztem meg. Mi az eredeti címe, vagy mi az? Calvary, ugye? Az a Calvary angol terület, angol száz területen the ordeal. És ez valami belga-francia horror? Belga, azt hiszem belga, én legalábbis úgy tudom. Jó, hát mi volt ez, Zoli, kérlek magyarázz nekem, hogy mit láttam, mert én nehezen tudom feldolgozni az élményt. Hát én azt mondanám, hogy ez a film, nem tudom eldönteni, hogy most többe, mint amit belelátok, vagy csak többnek akart látszani, mint ami valójában. Ez a film tulajdonképpen szerintem ennyi spoiler belefér. Végül is tortúra pornónak is felfogható. De szerintem annál azért... Ez egy erős kezdés azért így. Hát ez... Részben. De ha nem értesz egyet, annál is nyugodtan mondja. De szerintem annál azért több. Vagy legalábbis más. Igen, ez a diplomatikus megfogalmazás más a tortúra pornóhoz képest. A főszereplője egy belga karaoke énekes, aki próbál betörni, és egy ilyen fura falu mellett robban le a kocsija, és akkor többet nem akarok mondani, hát ha meghozzuk valakinek a kedvét hozzá. Na jó, ez hülyeség. Nem, ez hazugság. Ugye igazából szerintem tök egyszerű a helyzet, ez olyan, mintha volt egy teljesen normális alapötlet, azt odaadták egy őrült rendezőnek, hogy csináljál belőle filmet Pista. Tehát ez olyan, mintha mit tudom én, David Lynch rendezne egy Transformers filmet, vagy Woody Allen, tehát hogy így van egy alapötlet, és akkor ahogy hívják, Megatron, meg a Optimus elkezdenek ilyen zsidó problémákról beszélgetni, meg hogy... Igen, pont ez jutott eszembe, hogy a zsidó Optimus Prime leül, és ilyen az életbölcsességeket oszt meg a Bumblebee-vel. Neurotikus Transformer-otok így ülnek a padon, és beszélgetnek.
hogy itt szerintem kb. Ugyanez a helyzet, hogy egy ilyen tipikus horror történet, hogy a főszereplőben valami galibába keveredik, van egy őrült, aki őt kínozza, aztán ennyi nem tett. Nagyjából ez a lényeg, szerintem. Igen. És akkor ez az egész egy olyan tálalásban van nekünk így idehányva, hogy így egyszerűen olyan dolgok történnek a filmben, aminek semmi értelme nincsen, vagy ha van értelme, akkor is ez a mi van? Miért? Ez egy őrült európai művészfilm, ami egyébként horror egyben. Tehát én ezt így fogalmaztam meg magamban. Hát, de visszaadom a szót, hogy neked mondjuk hogy tetszett egyébként. Alapvetően nem mondanám, hogy tetszett egyébként a film. Mm-hmm. Az a jó. Én ezt élményként fogom fel, ami most semmiképpen sem azt jelenti, hogy pozitív. Hanem inkább ez a érdemes megnézni, mert ilyet szerintem nem minden nap lát az ember. De hogyha ezt a úgymond kuriózumot, ezt a kuriózum jellegzetességet lerántjuk róla, mint kígyóról az elszáradt bőrét, akkor a film az nekem inkább sokszor olyan, mintha művészieskedni szeretne. De épp ez az, hogy nem tudom róla eldönteni, hogy ez valóban célja volt, vagy tényleg csak egy bődületes nagy átverés, ami tényleg többnek akarja mutatni magát, ezt tudom csak ismételni, mint ami. Tehát a film az... Vannak benne olyan jelenetek, több is, ami zseniális, akár kamera szempontból, akár úgy az egésznek az atmoszféráját tekintve, elég, hogyha Andrisnak annyit mondok, hogy amikor a kamera forog a végén már. Igen. Andris behagytál? Ja. Nem, csak felidéztem magam előtt a jelenetet. Mert akkor, amikor néztem. Vagy a táncos jelenet, mindannyiunk kedvenc táncos jelenete. Igen. Vannak pillanatok, de én nekem onnantól kezdve, hogy úgymond megtörtént a konfliktus, a fő konfliktus, mert jó persze már az elején megtörténik, így nem tudom, 30 perc után, vagy fogalmam sincs, de hogy amikor így túl, úgymond túl van a krízisen, vagy legalábbis a krízis utolsó állomása megkezdődött, jó, akkor... Akkor onnantól kezdve mondom azt a filmre, hogy lehet, hogy művészet, de lehet, hogy művészieskedéset, tök mindegy. Igen, egyébként szerintem nagyjából én is ugyanezt gondolom a filmről. Én nem bántam meg, hogy megnéztem egyébként, egyszer jó volt, de a végén, amikor vége lett, csak így néztem, hogy oké, mi volt ez? És ennek mi értelme volt, mert nem volt félelmetes, nem volt kifejezetten sokkoló, inkább néha így nézem, hogy jó, kicsit lassú, történt már valami, aztán történik valami olyasmi, amire nem számítottam, ott vakartam a fejem, akkor megint ment tovább a film, és így, igazából így elment vele az idő. Érdemes megnézni szerintem, akik szeretik a kicsit egyéni felfogású, hát horror, thriller, műfajú filmeket, de egyébként hát ez ilyen érdekes kísérletnek fognám fel, azért annyira nem maradt emlékezetes, tényleg csak egy-két jelenet, viszont azok ténylegesen egyediek, hogy úgy mondjam. Igen, talán így is lehet fogalmazni róla. No, mehetünk tovább, szerintetek? Abszolút. Igen. Jó, a következő film pedig a Primer, ami egy indie időutazós sci-fi, és ezt már régóta meg akartuk nézni Gáspárra, mert hallottuk róla, hogy így az időutazós filmek közül talán az egyik etalonnak számítható, pontosan amiatt, mert ha nem is egy tudós írta a filmet, de mindenképpen azért nagy szakértője ennek a témának, és egyébként ez a csávó, aki a főszereplőt is alakította meg, ugye ő a író rendezője a filmnek, ő a Looperben is közreműködött, egyébként jó haverok annak a rendező írójával, aztán együtt így megdumálták, hogy milyen legyen a Looperben az időutazás, tehát azért ért hozzá az ember, és akkor ő készítette ezt a Primert kb. Hát egy 15.000-20.000 dollárból, tehát nagyon alacsony összegből, és hát kíváncsiak voltunk, hogy ez mégis hogyan mutat így a képernyőn, hogy ugye nyilván nem kell nagy látványt várni, meg nem vissza a jövőbe, meg nem, mit tudom, időgép, tehát nagy effektek, hanem egy szimpla kis történet, amiben egyébként van időutazás.
És az ilyen történetek, hogyha mással nem, akkor a csavarosságukkal tudják ugye a nézőt valamiféleképpen megfogni. És mi is arra számítottunk, hogy ez most egy nagyon összetett, nagyon komoly, és nagyon hát ilyen agysejteket megmozgató film lesz. És el is ment vele ez a 80 perc, körülbelül a játékidő. Gáspár, neked mi lett a végén a verdikt a filmmel kapcsolatban? Ugye, ahogy mondtad, hogy amit én tudtam róla, az elég az, hogy nagyon az volt bereklámozva, hogy ez úristen kb. Minden idők legbonyolultabb időutazós filmje, senki nem érti, nem tud összerakni, hetekig gubbasztasz sírva egy sarokba, hogy megértsd akár csak egyetlen pillanatát is. És így mentem neki, és hát ehhez képest azért szerintem annyira nem volt túl bonyolítva ez az egész. Tehát nem mondom nyilván, hogy nem, hogy értettem minden egyes másodpercét, meg hogy ne lehetne róla nagyon bonyolult ilyen ábrákat készíteni, hogy most akkor ki, mikor, hova utazik vissza, kivel találkozik, ki, kivel, hogyan, merre, milyen interakcióban van. De alapvetően szerintem érthető volt. Tehát nem éreztem azt a film megnézése után, hogy mi van, mi a fasz történt? Mi, ki, ho, mi? What? És most ha tudnék jó angol akcentust utánozni, akkor most tudnám utánozni David Tennantot, amit Dr. Who-ként azt mondja, hogy what? De nem tudom. Úgyhogy ezt most így képzeljük ide. What? 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 Szóval ennyi, tehát nem volt rossz a filmünk, sőt, tehát kellemesen csavaros volt a történet, azért figyelni kellett, hogy most éppen ki kicsoda, meg hol vannak, meg hogyan működik. Az volt a jó, hogy így nem állt le a film megmagyarázni, hogy most ez egy időgép. Most így megyünk vissza, most itt vagyunk, hanem ment a film, és így fogt fel. Tehát hogy ez tetszett egyébként, hogy feltételezte, hogy azért te már, hogyha megnézed ezt a filmet, akkor láttál már időutazós filmet, és vagy valamennyire azért tisztában vagy ilyen alapvető időutazós teóriákkal, hogy akkor mégis hogy működnek ezek, meg ilyen paradoxonok vannak, milyen elméletek, stb. És mondom, ez nekem nagyon tetszett, hogy nem babusgatott annyira a film, hogy most így elmesélte, hogy jó van kisfiam, most épp ez történik, hanem ment a maga sodrán, és akkor vagy tudtad követni, vagy nem. Mondom, én nekem nagyjából sikerült. Úgyhogy ennyi körülbelül. De jó volt, egyébként érdemes megnézni, tényleg ilyen időutazós témában azért elég komoly. Pláne aki tényleg szereti ezt az indi felfogást, hogy nem az van, hogy effekt halmaz, meg robbanás, meg mit tudom én, hanem az, hogy történet van, és akkor elmondjuk, hogy ki kicsoda, vagy hogy mi. Na, ezt most megint megaszontam. Szerintem értjük. Jó, hát én is egyébként nagyjából így gondolom, rendben volt a film, ténylegesen respect, hogy ugye ezt így összehozták, meg tényleg jól meg volt írva, színészi játékkal sem volt különösebb gond szerintem. Rendben volt a film. Nekem az eleje az elég lassú volt egyébként, az első 15 percen azért szenvedtem rendesen, amikor még semmi nem történt. Ott azért nagyon ilyen home videó szaga volt ennek az egésznek, és nem is értettem, hogy ebből mi fog majd kikeveredni. De aztán, ahogy beindult a történet, úgy engem is elkapott a film lendülete, aztán a végéig ez nagyjából ki is tartott. Azért nem árt figyelni, tehát nem lehet kikapcsolt agya teljesen agyhalott zombi módjára nézni a filmet, mert akkor ténylegesen le tud maradni az ember, aztán hogyha nem ért semmit, akkor felidegesíti magát, vagy kikapcsolja, vagy szimplán csak nem érti, hogy mi van. Tehát én azt mondom, hogy persze nem egy atomfizika, de azért nem árt, hogyha odafigyel az ember, és akkor végig ugye szinten tudja tartani a figyelmét, akkor utána azért alapvetően egy élvezhető alkotásról van szó. Nos, igen. Mi legyen ezek után? Legyen Dragon Ball? Azt mondjátok? Köszönjük! Dragon Ball-osan válaszol. Igen. Hát nem abban üvöltöznek állandóan? Ja, nem tudom, te nézted. Ez ilyen költői kérdés. Ja, jó. Na, szóval... Ja, jöhet az, azt hiszem. Akkor jöjjön a Dragon Ball. Mit kell erről tudni? Most nem így minden Dragon Ball részről lesz szó, csak kifejezetten. Nyilván.
Akira Toriyama, ő az, aki ugye rajzolta annó a mangát. Régóta nem foglalkozik már Dragon Ball-al, szóval ez legalább egy olyan sorozat, amit jó, nyújtottak, betegesen nyújtottak, de legalább abba hagyták a 90-es években. Így is eltartott pár évig. Ha tévednék, nyilván majd a hallgatók kijavítanak kommentekben, vagy fogalmam sincs. Na, szóval, az a lényeg, hogy miután a Dragon Ball Z lement, utána készült még egy Dragon Ball GT néven egy sorozat, de abban pár ilyen dizájnon, meg karakteren kívül Akira Toriyamának semmi köze nem volt hozzá. Tehát, hogy abból nem volt manga, nem volt képregény, csak az anime, és éppen ezért nem tartják kanonnak amúgy azt a rajongók. Na most Akira Toriyama, akira tudni kell, hogy egyébként sokszor elfelejti a saját karaktereit. Tehát volt már olyan, hogy oda vittek neki azt hiszem egy karaktert, hogy írjon alá, és nem tudta, hogy miért kell aláírnia, mert nem emlékezett, hogy azt ő rajzolta meg annó. Basszév. Tőle ezért volt meglepő, hogy most jön egy új Dragon Ball Z film, amiben végre ő is újra részt vett. Ez mostani? Ez idén volt Japánban a mozikban. És... most, hogy így visszatért, hát nyilván emiatt ezt sokkal nagyobb várakozás övezte, mert hogy jaj, úristen, a nagy Akira Toriyama visszatért, stb. És hát Japánban mondom, sem kell, borzalmasan nagy siker volt, azt hiszem, de ez lehet, hogy csak pletyka, de olyan nagy siker volt, hogy ebből sorozatot akarnak most majd csinálni, egy új sorozatot, amiben Akira Toriyama megint csak ő lesz az alkotó, író, rajzoló, tök mindegy. De az a lényeg, hogy ez felébredtette benne a Dragon Ball Z iránti, mármint ugye a Dragon Ball, mint sorozat iránti rajongását, és emiatt azt mondta, hogy ha sikeres a film, akkor ő szívesen készítene egy új sorozatot. Na most a film sikeres is lett, és részben meg is értem, tehát én nyilván ezt nosztalgiából néztem, mert én régebben nagyon nagy Dragon Ball Z rajongó voltam. A film... szerintem nem lövök le ezzel akkor a poént, mert körülbelül, amikor már készült, már akkor mindenki tudta, de valamelyes szakít az eddigi hagyományokkal idézőjelek között, miszerint Songoku veszít. És szerintem ez alapvetően egy szimpatikus húzás. Bocsánat. No. Mondjuk itt, mondanom sem kell, itt is ki kellett találni egy új átalakulást, szóval az muszáj volt, de itt már istenek harcolnak egymás között, szóval a, nem is tudom, a koncepció az egyre hágasabb szerintem, de tévednék, az persze, megint csak szóljanak. De tulajdonképpen nekem, ha bevallom őszintén, nosztalgia ide vagy oda, de nekem tetszett a film. És nem azért, mert hogy Goku végre veszített, és én esetleg utálnám Gokut, tény, hogy nem az egyik kedvenc karakterem, hanem azért, mert végre valahára alkottak egy olyan gonoszt, aki nem gonosz. Tehát itt egy Bills nevű isten van, a káosz istene, a pusztítás istene, és ő nem az, aki megjelenik a földön, és akkor azt mondja, jó van, akkor most elpusztítom, haha, úgysem győztek le. Hanem neki az a dolga, így kicsi ilyen, azt hiszem, buddhista vallást is belevisznek ilyen szempontból, miszerint, hogy időközönként a földet el kell pusztítani, és egy másik istennek újra meg kell alkotni. Na most éppen ezért Bills itt a pusztítást szimbolizálja, és valóban ő megjelenik a földön, és ami miatt el akarja pusztítani, az a hirtelen haragúsága miatt van csak, miszerint nem kapott pudingot. Tehát ő nem egy olyan karakter, aki gonosz lenne, hanem inkább hirtelen haragú, és tekintve, hogy tisztában van hatalmával, éppen ezért veszélyesnek is fogható fel, de mondanom sem kell, a végén nyilvánvalóan nem pusztítja el a földet, mert látja, hogy milyen fontos dolgok történnek itt, tehát még az ilyen tanulság is megvolt benne, de... Volt karakterfejlődés. De minden esetre emiatt a karakter... Volt karakterfejlődés és szerelmi dráma? Igen. Nem, egyébként ugyanolyan hirtelen haragú a végén, tehát
amikor így mondják neki a film végén, hogy, hogy jaj, hogyha tudtam volna, hogy csak a puding miatt volt ez, akkor nyugodtan gyere, látogass meg minket máskor is, és ígérem, hogy, hogy adok neked pudingot. De hogy akkor muszáj lesz megenned az egészet. És akkor ő meg így annyit mond csak, hogy ha nem iszlik, akkor úgyis elpusztítom a földet. És nevet mindenki. Ha, 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 ha. Jó. De mondom, emiatt a karakter miatt én egészen élveztem a filmet. Nyilván így is voltak benne logikátlan dolgok, borzalmas üvöltések, de meglepően nem abból állt, mint a Dragon Ball Z sorozat, és valószínűleg emiatt a rajongók nem is annyira élvezik, tehát nem végig abból állt, hogy jól van, akkor most itt harcolnak, vagy üvöltöznek 8 percen keresztül, hanem szinte a filmnek csak az utolsó negyedében volt harc, addig végig így a mókás jelenetek egymás után. Tehát ez egy ilyen könnyedebb hangvételű film volt szerintem, mint amit megszokhattunk. Mit tudnék még róla mondani? Ja, azt azért hozzáteszem, hogy nagyon is érződik, hogy ezt nagy durranásnak szánták, mert gyönyörű az animáció. Tehát olyan szinten éles minden, én nem vagyok az, aki így rámegy arra, hogy jaj, a HD-ben érdemes csak nézni dolgokat, de ennél jót tesz neki. Tehát, hogy szép élesek a karakterek, részletes az animáció, tényleg érződik, hogy ez egy grandiózusabb projekt, mint a sorozat. Úgyhogy rajongóknak mindenképp ajánlom, ha ők eddig még nem nézték meg, és aki pedig eddig is utálta a Dragon Ballt, az nem ettől fogja szerintem megszeretni. Nosztalgiából kíváncsi valaki, akkor hajrá, ennyit tudok így mondani róla. Ja, még az, hogy a Dragon Ballt is elérte az a láz, hogy jól van, akkor használjunk éppen nem sokára kiadásra kerülő pop-rock számokat, hogy így reklámozzuk a lemezeket. Hmm. Mert ez eddig, ha jól tudom, annyira nem volt jellemző rá. Nagyon hiányzott már, úgy érzem. Engem az érdekelne, hogy ez így az időrendjébe a Dragon Ballnak ez beleillik, mert mondjuk nem vágom annyira a történetet, mert valamikor a Z-nek a nem tudom hol közepén hagytam abba annak idején. Tehát, hogy ha jól tudom, a GT az ugye utána játszódik. Tehát, hogy ott már... Ez a GT előtt játszódik, és mondják is, hogy valószínűleg a GT-t azt kiveszik a hivatalos idővonalból, mert hogy ezzel egy ilyen új idővonalat alkotnak. Értem. Úgyhogy, igen, tulajdonképpen most már lesz úgymond kanon folytatása az ének, mert hogy ez már Akira Toriyama projekt megint. Hmm. Jó. De egyébként történet, szóval igen, végül is jól követi, tehát már érződik, hogy már most kap egy ilyen kisebb rebootot a sorozat, mert hogy a GT-ben például azt hiszem volt a Gokunak a unokája, és az egyszer csak már ott volt. Itt pedig még terhes a veje, igen, a Gokunak. Tehát, hogy itt derül ki, hogy jaj, nagypapa lesz a Goku. Ennyi. Jó. Következő két filmet én nagyon gyorsan elintézném, azt én láttam, illetve Gáspár is látta a Rednek a bizonyos százalékát. Maradjunk ennyi, hogy bizonyos százalékát, de nem emlékszem rá, úgyhogy... Arra sem emlékszel, hogy mennyit láttam. Hát én nem, így nem. Jó. Tehát a Red 2-nél azért próbáltuk megemlékezni az első részről is, igazából én most láttam először, és hát nem vagyok róla túl jó véleménnyel, gyakorlatilag egy olyan szinte limonádé filmről beszélünk, hogy az már kínos, nem volt olyan vicces szerintem, mint a kettő, nem volt benne annyi sztár, egyáltalán nem használták ki ezeknek a sztároknak az előnyeit, lassú volt, vontatott volt, és az akciójelenetek pedig semmi plusz nem adtak, úgyhogy én a Red első részét nem vágtam hanyatt magam, ennyihén szólva. A második film pedig a Mother címre hallgat, ez egy dél-koreai, hát thriller, drámaszerű film, és kicsit nekem az elvárások ölték meg ezt a filmet, mert amúgy önmagában nézve teljesen korrekt, és az főleg az ázsiai filmek rajongóinak tudom ajánlani. Ugyanaz a rendező készítette, aki a The Host, magyarul a Gazdatest című filmet is, és most a Snowpiercer címen készítette egy amerikai filmet is, ami szintén elvileg nagyon jó lett. Tehát egy dél-koreai
haverjaihoz képest, tehát ugye aki az Oldboy rendezőihez, a Chan Wook Parkhoz, illetve a Bo Jing, mindegy, valaki. Felkészültek vagyunk, igen. Aki az új Schwarzi filmet is csinálta, neki voltak ugye a koreai filmje, a Tale of Two Sisters. Hát ez a három csávó. Ez a Supercella! Igen, nem a Supercella, de majdnem. Nem baj, csak ki akartam mondani, hogy Supercella! Majdnem annyira jó, mint a tűzgyűrű! Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ez a második. Mehetünk. Nem, ez az Erőnek erejével című filmről van szó, ami szintén elég retardátul hangzik. Szóval ez a három korai rendező most ez a 40 éves korosztályba tartozik, és ugye közülük az egyikük készítette ezt a Mother-t. Ajánlanám azoknak, akik szeretik ezeket a fajta filmeket. Nekem igazából az volt a vele a bajom, hogy elvileg ez egy ilyen karakterépítő dráma lenne, viszont ugye az ázsiai filmeknek van egy ilyen kis egyéni hangvételük, amiktől néha kicsit ilyen groteszké válnak ezek a karakterelemek, és néha nem tudtam eldönteni, hogy ez most komolynak szánják, vagy pedig ez egy halálosan vicces jelenet. Tehát lehet, hogy ez az én hibám, én nem vagyok annyira rákapva ezekre az ázsiai drámákra, persze vannak nyilván jók is, de nekem ez volt furcsa ennél a Mother-nél, hogy ténylegesen néha olyan színészi játék volt, hogy inkább ilyen bohóc, ripacs szinten, miközben teljesen drámai volt a jelenet. De mindenképpen ajánlanám, egyébként jó kis thrillerről van szó, vannak benne csavarok is, ugye arról szól, hogy az anya mit tenne meg a gyermekért gyakorlatilag, és én azt gondolom, hogy egyébként a Mama című horrorhoz képest, ami nem Amerikában, ahhoz képest azért ez jóval jobb, mondjuk nem sok köze van a horrorhoz, de hogyha már a Mama és a Mother, hogy címek egyeznek, akkor én is amiatt néztem meg, hogy csak azért se az amerikai filmet nézzem meg, hanem a koreait, mert nem tudom, hipster vagyok, vagy bármi, de arról nem tudtam túl jó véleményeket erről a Mamáról, úgyhogy... Nem egy túl nagy eresztés. És én mondom ezt, hogy nem szereti a horrorfilmeket, tehát... Igen, úgyhogy... Ez belőle papa egyébként? Úgyhogy én ezt... Ennyi is volt, Mother-t egyébként ajánlom, a Red-et nem. Következő filmet is, egyébként az elég horror központú adás lett, de csak azért sem fogom a horrorfilmek War 2-nek elnevezni. Ez a The Others, magyarul Más világ. Ez egy spanyol film, viszont Nicole Kidman a főszereplője, és Angliában játszódik, hogy teljes legyen a káosz. Tegyük hozzá, hogy Nicole Kidman ausztrál. Így van, egy ausztrál játszik egy angol nőt egy spanyol filmben. Király! Köszönöm, hogy erre próbált. Igen. Tehát ez egy multikulti. És én már kétszer láttam, Zoli, és te is láttad már párszor? Igen, már én. Nem, kétszer vagy háromszor én is szerintem. Gáspár viszont először, úgyhogy neki adom át a szót, hogy hogyan tetszett, mi volt róla a véleményed. Hát nem most volt, hogy láttak azért hümmögök itt nagyokat. Nem. Segítsek kicsit, mi volt? Emlékszem rá, az a baj, hogy igazából ami maradandó volt a filmben, az a vége, a végső csavar, amit meg itt most nyilván nem akarok lelőni. Tehát az, hogy odáig hogy jutottak el, meg ami addig történt, az szerintem nem volt egy annyira hű, de hatalmas eresztés, tehát közel sem tökéletes a film, mert például vannak ilyen nagyon, nagyon szerintem, nem plathólok, de hogy például az, hogy tehát hogy a gyerekek miért fényérzékenyek, azt szerintem baromira nem volt megmagyarázva. Tehát így nem volt semmi dramaturgiai jelentőség annak, hogy ők nekik ez miért van, vagy volt. Nem. Tehát hogy az azért volt, hogy itt hogy keltsék ugye a feszültséget, hogy amikor rohangálni kell, akkor nyitogatni, meg csukogatni kell az ajtókat. De így ennyi. Tehát, hogy ugye ilyen szempontból ennek semmi jelentősége nem volt. Erre mindig szeretem felhozni ellenpéldának a jeleket, ahol ugye körülbelül az egyetlen olyan film az eddig általam látottak közül, ahol van értelme annak, konkrétan, hogy a főszereplő, vagy az egyik főszereplő azt más. És nem csak annyi, hogy emiatt, mert azt más, majd egy ilyen nagyon
drámai pillanatban rájöhet egy aszmatikus roham, és akkor itt van feszültség a filmbe, hanem ezen kívül is volt értelme annak, és illetve volt dramaturgiai jelentőség annak, hogy ő azt más volt. A... Igen, csak a jelenekkel az a probléma, hogy erre figyelt a sajámmal, de kb. Minden másra nem. Tehát, hogy hát de... ott egy pláthol, hogy gyakorlatilag kiöli ezt az egyetlen kis apró értéket. Tehát... Hát azért még szerintem az ő nem a legrosszabb filmje, de... Nem rossz, de azért tényleg, hogy az UFO-k, akik dimenziókon tudnak ugrálni, keresztül megszállnak egy bolygót, de nem tudnak keresztül menni egy ajtón, azért igen, az... Igen, igen, jó, hát... Igen. Na mindegy. Igen. Még jó, egyébként elég jó film, úgyhogy én azt ajánlom. Igen, igen. Jelent. Na, hogy szóval... Várj most melyiket. A jeleket. Ja. A Host az... Host, nem is a Host, Others. Spoiler ezeket a műsor további. Szóval a Host, nem a... Bassza meg a jó életben! Nagyon... Csak sem beszélünk a Hostról. De muszáj. De nagyon elkapott már Stephenie Meyer. Sajnálom. Ő vele kelek és fekszem, vagy szokták ezt mondani. Igen, a Twilight a párnád alatt van, a Twilight könyvben. Ó, persze, hát hogy... nagy Robert Pattinson üzeim vannak. Poszter van az ágyam felett, és mindig arra nyáladzva alszom a... 4D-s poszter, kilók... Minden kilók, amit akarsz. Tehát szóval, várjál, most koncentrálok. Az Others, csak már nem tudom, mit akartam mondani. Ja igen, hogy... Nem, még sincs meg. Hát, hogy a dramaturgiai jelentőség... Igen, tehát, hogy ezen... Tehát, hogy vannak benne lyukak, meg vannak benne ilyen meg nem magyarázott dolgok, illetve olyan dolgok, amik engem zavartak így utólag, hogy ez így nem tudom, hogy miért van ott, meg hogy került oda, meg mi, de igazából ez a végső csavar, ez nekem egy nagyon nagy, nagyon ütő csavar volt, és tényleg olyan, amire nem számítottam, ami, hát most nagy pofája leszek, de azért mostanában egyre ritkában fordul elő, hogy nem is az, hogy nem lepődöm meg, mert nyilván azért mit tudom én, ha kiderül, hogy a nem tudom, ki a gyilkos, akiről nem számítottam, vagy akire nem gondoltam, akkor azt mondom, hogy ő volt a gyilkos. Most mondtam valamit, de ugye azért ez is általában valami sablon mentén épül fel, amit meg már láttam ezerszer, és ezt viszont még így nem, és ez nekem egy nagyon pozitív csalódás, egyszerűen egy meglepetés volt ennek a vége. Csak el kell jutni odáig, nem tudom, 2 órán keresztül, amikor meg annyira nem jó a film. Nincs ez a baj, szerintem korrekt film volt. Kísértett házas film, nincsenek benne nagy darabolások, pár ijesztés van, inkább feeling. Nem igazán tudnék belekötni, tehát ez a visszafogott kis kísértett horror, tehát igazából igen. Nem egy nem nagy dolog, de azért nagyon szépen meg van csinálva. Visszafogott, nincsenek benne baromságok, megvan a misztérium benne. Ebben van az Eccleston, megint 30 másodpercig. Igen, igen, ebben van, igen. Úgyhogy... Én egy dolgot még hozzáfűznék a kedvenc jelenetemet az egész filmből, szóval nem tudom miért, de nekem az viszont vicces. Egyébként én is kedvelem a filmet, pozitív véleménnyel vagyok róla, hoppá, bizony, igen, de... Az, amikor a kisgyerekek megrajzolják, ez nem spoiler szerintem, megrajzolják a mamát. És ahogy így mondják, hogy nézd anyu milyen ijesztő, és így rázumolnak arra a rajzra, és akkor így bejön az a horrorfilmes hanghatás, én azon valamiért mindig nevetek, nem tudom miért. Egyébként az zseniális ez a beállítás, amikor a Nicole Kidman megy valami terembe, és akkor mögötte egy felsejlik egy ilyen fehér szellemarc, aztán felkapcsolja a lámpát, és kiderül, hogy csak egy festmény volt. És annyira kurva jobb el van világítva, hogy tényleg te is egy pillanatra azt hitt, hogy van ott valaki, de aztán csak egy festmény, és ez nagyon bejött. Úgyhogy szerintem ennyi, és ajánljuk egyébként a filmet, nem? Tehát így érdemes megnézni, nem tudjátok, hogy mi a... Igen, olyan kis lassú folyású, legáns. Szerintem ilyen egyszer nézős, vagy ilyen nagyon, nagyon ritkán nézős, tehát hogy nem ez azonnal újra. Ja. Én az olyan filmeket, amikben van csavar, mindig kétszer szeretem megnézni. Nyilván... Pont azért, mert másodszorra már azt néztem, hogy hol vannak azok az árulkodó jelek, amik így picit előre beharangozzák a csavart. Ez így van.
Csak mondom, hogy azért így annyira meg szerintem ezen kívül az első fel a filmnek nem tartalmas, vagy nem tudom, én annyira nem szórakoztam jól rajta, vagy nem... Vagy na, le! Tehát, hogy így megnéztem, de... Nem okozott akkora élményt, de aztán ez lehet, hogy csak az én hülyeségem. Mi legyen, még az Eurotúrát írtam még fel magamnak, de hát az tipikusan az a film, amiről tök felesleges hosszabban beszélni. Egyáltalán nem olyan rossz, mint ami ennek tűnik, sőt, talán nekem az ilyen tini komédia dugós vígjátékok közül ez a kedvencem. Nem mintha ez annyira jó le, tehát ilyen értékes film lenne, de egész egyszerűen működnek benne a poénok, viszonylag korrektül meg van írva, ahhoz képest ezért elég gagyi amerikai felfogással látjuk Európát, ugye tipikus, mennek beutazni Európa fővárosait, de vannak tényleg nagyon vicces részek, a vonatos rész, az olasz ember, meg a mi volt az nudista strand, meg amikor Amsterdamban elmegy abba a szex bárba, meg mi is volt még a szlovákiai rész, tehát hogy vannak tényleg ilyen emlékezetes a poénok, egyszer meg lehet nézni szigorúan eredeti nyelven egyébként, ott a szinkron az nagyon szar, és körülbelül ennyit tudok róla mondani, a kultúrához hasonló film egyébként nekem annál talán még jobban is tetszik, úgyhogy Eurotúra, Eurotrip, mindenkinek ajánlom, aki szeretne másfél órára kikapcsolódni. Abszolút. Jó. Következő film az pedig a Dolog, The Thing, 1982, John Carpenter, klasszikus film. Zolival már szerintem 2000-szer láttuk, vagy lehet, hogy már több ezerszer is. De 2000 is német... több ezer. Ijjajjaj, matekszak! Köszönjük! Van mit kivágni. Szóval... Amit fogsz, mert lusta vagy. Jó, van. Szóval ugye te látod először, és itt is kicsit az elvárásokat talán rosszul lőttük be. Minden esetre kíváncsi, hogy hogy tetszett a dolog. A dolog. Hát pedig így emlékeim szerint egyébként... Ja jó, már tudom mire mondtam annól, hogy nem tetszett, igen. De... Igen. jó. Hát alapvetően tetszett igazából, tehát egy jó kis... Még főleg most az effektek meg a bábok rémlenek, hogy azok hogy néztek meg, hogy voltak megcsinálva, hogy én imádom az ilyen nem tudom, 60-as, 70-es, 80-as évekbeli sminkeket, maszkokat, speciális effekteket, mert szerintem iszonyatosan zseniálisak, hogy tényleg hogyan tudnak nemféle gumi fejekkel, meg zöld taknyokkal, meg kék taknyokkal, meg mindenfélevel hasonlóval elérni dolgokat. De... Jó volt. Most így megint bajba vagyok, mert megint nem nagyon emlékszem rá. Kicsit régen volt már igazából. De jó volt szerintem. Abszolút, abszolút időtálló, abszolút megállja a helyét, szerintem még ma is bőven. Úgyhogy ajánlott mindenképpen. Jó, hát nyilván, aki nem annyira nyitott, az ilyen, pont amit mondtam, ezekre a régebbi trükkökre, az fejre fog állni. De tehát mindig hihetőbbek szerintem, még mai szemmel is ezek a maszkok, CGI-jal csinálnak meg. Egyszerűen érezni, jó, ezen is érezni nem igazi, de mégis legalább megfogható. Ott van a trutyi, könnyékig túrnak a belegben, meg mindenben, és itt legalább azt érzed, hogy ténylegesen valami fizikai dolog az, amivel a színészek is dolgoznak, nem csak, hogy nézik a nagy kék vászat, és akkor hú, oda van rajzolva valamit. Ez így van, ez meg tényleg azért azt meg cégeivel se szokták egyrészt bevállalni, másrészt tudni megcsinálni, hogy tényleg trutymóba, meg belegbe turkálni, meg akkor 70 liter belsőségot össze-vissza van, tehát azért ilyet a mai filmben nem nagyon lehet látni. Itt meg ugye a régiekben meg simán megcsinálják. Ja. És ez is szerintem tök jó dolog. Zoli, neked? Hogy én nagyon szeretem a dolgot. Nekem részben azért is tetszik még,
Mert szerintem úgy, ha bár több műsoron keresztül mondtam már, hogy én szeretem a 80-as évek horrorfilmjeit, de ez szerintem, nem is tudom, sokkal kilóg a 80-as évek horror felhozatala a szempontjából. Szerintem, tehát, hogy ez nem annyira campy. Persze van benne az a maga a dolog, ami mai fejjel valóban úgy hihető, abszolút, de esetleg bizonyos emberek nem úgy reagálnak rá, ahogy kéne, tehát, hogy inkább nevetnek. És emiatt sajnos mondanom kell, hogy bizonyos személyeknek lehet, hogy campynek tűnik. De szerintem a filmben nem azon van a hangsúly, hogy a szörny megjelenik, és akkor sikítsunk, rohanjunk, jaj, itt a szörny, mit tudom én. Hanem van benne egy olyan mélyebb pszichológiai vonal is, és én emiatt szeretem nagyon a dolgot. Tehát, hogy nekem például, nyilván azt nem spoilerezem el, de a vége az egyik kedvenc horrorfilm zárásom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Most így nyilván spoilermentesen. Ja. Én próbálom felidézni, hogy mi a vége, de egyedül nem sikerült. Pedig arról beszélünk is. Most akkor szóval, fogja be a fülét ez, aki nem látta a filmet. Egy pillanat. Nem egyszerűbb, hogy esetleg leírom Skype-on keresztül, hogy beugorja. Addig mondjad nyugodtan. Nem, figyelj, most igazából annyira klasszikusról van szó. Most nem ezen fognak szerintem felnégyenni bennünket. Tehát ugye az a lényeg, hogy legyőzik a szörnyet, és akkor a végén ott ülnek kint a néger meg a Kurt Russell, és akkor beszélgetnek, hogy na most mi legyen. És akkor nem tudják megmondani, hogy mi legyen, nem bíznak egymásban teljes mértékben, és akkor így ülnek. És vége van a filmnek. Tehát így kb. Ja, tényleg, aha. De a szörnyet legyőzték, nekem... tehát hogy az fix, hogy meghaltam. Ja, de attól még egyik a dolog. Tehát az nem zárja ki. Igen, szóval tekintve, hogy az egész filmben azt mutatják, hogy a szörny hol lehet, mint lehet, nekem ezért tetszik a vége, mert hogy egyszerűen nem bíznak egymásban, és hogy így szinte látom magam előtte, hogy nem aludhatok el, mert mi van, hogyha a másikkal valami lesz. És nekem emiatt tetszik, hogy ez a bizalmatlanság, hogy az elején a nem azt mondom, hogy jaj, keverre barátom kapcsolatokból, de hogy egy ilyen bensőségesebb viszony hogyan így hullik darabjaira, és a végén már tényleg senki nem bízik senkiben, és mindenkire felbeszemmel néz. Nekem emiatt tetszik. Szerintem nekem ez annyira nem jött át így első nézésre, azt hiszem, hogy itt ennyire bizalmatlanság van, nem tudom, én szerintem elfogadtam azt, hogy jó, megöldik a szörnyet, csókolom, mehetünk haza. De így, hogy mondod egyébként, így valóban igen, ez is egy olvasata a dolgoknak, ami nyilván egy jó dolog. Meg megint csak ilyen 80-as évek, tehát hogy valami segélyt se csinálnak már kb. Vagy nagyon kevesen, hogy ennyire elvarratlan, vagy hát ilyen nem elvarratlan, hanem ilyen eldöntetlen, nem is tudom, véget hagynak a dolgoknak. Igen, ma már csak azt csinálják, hogy a végén, igen, megöltük, és akkor a végén belekacsolt a kamerába. Igen, ez azért egy elég olcsó megoldás ennek, vagy egy elég olcsó, hát nem is mondom, hogy változata, de mondjuk egy kis unokatestvére, vagy kis távoli rokonkája ennek a dolognak. Így van. Jó, hát még három témánk van, ezeket gyorsan le is tudjuk darálni. Az egyik a Naked Blood, amit Zoli hozott. Hú, nagyon előre szólok, hogy azt nem mostanság láttam, szerintem jó pár éve, ráadásul náthásan, úgyhogy ez így megadta a hangulatát, mert ugye egy japán filmről van szó, egy japán horrorról, japán gore per horror, bocsánat, csak hogy pontosak legyünk. Azt a filmet lehet, hogy tényleg azért, mert tele volt az orrom, pokróc alatt voltam, alig láttam ki a fejemből, és úgy néztem, de nagyon nehéz így a fejemben bárhova sorolni ezt a filmet, és nem azért, mert korszakalkotó lenne, csak egyszerűen, nem tudom, olyan bizarr, nem úgy, mint a pokoljárás, nem arról van szó, hanem úgy a gór jelenetek is olyan furán vannak megoldva. Az alaptörténet egyébként annyi, hogy egy tudós feltalál egy olyan szert, amitől az emberek élvezetként élik meg a fájdalmat.
és ezt négy különböző nőnek beadja. Na most mindegyik nőnek van valami bűne, és ennyi spoilert szerintem belerakatok, például az egyik rendkívül falánk. És miután süti ki ott a rákokat, ugye tempura módra, ott így a forró olajba beledobálja őket, és vélet... Elnézést, szóltatok? Nem. Jó. Dobálja bele az olajba, és az egyiket panír nélkül dobja bele, azt hiszem. És utána kap véletlen. És rájön, tekintve, hogy ugye benne van ez a szer, hogy neki ez jól esik. Úgyhogy ezek után kisüti a saját kezét, és azt kezdi el rácselni, és így szépen szinte felpalja saját magát. Na most ez alapvetően szerintem akár még vicces is lehetne. Jó, morbid, de vicces. De a film mégis ezt az egészet valahogy úgy prezentálja, hogy olyan kellemetlen oda nézni, és nem azért, mert esetleg valóságosan lennének megalkotva. Egyébként jók a hatások, itt is semmi számítógéppel animált, 2001-es film, ha jól emlékszem, 2001-es, semmi számítógéppel animált jelenet, hanem maszkmesterek, hát mind a dologban. De valahogy... Ugye az ember egyszerre szinte ilyen perverzióként is nézheti, mert a film úgy állítja be, de ugyanakkor pedig olyan borzalomnak is felfogható. Tehát, hogy így egyszerre nézni is akarom, és el is akarok pillantani. Tulajdonképpen szinte ezt az egész filmre lehetne egyébként mondani, de tényleg nem csak ebből áll egyébként. Hát négy lány, nem arról van szó, hogy négy lány hogyan... Mizé fedezi fel a fájdalomnak a gyönyörű oldalát. Van benne egy másik történet is a negyedik lányról, amit viszont nem tudok hova, egyszerűen azt nem értem, nem tudom értelmezni, hogy akkor ő most miért csinálta azt, amit mi volt az a szoba, amiben ücsörgött, úgy, hogy egy kaktusz nézett ilyen Oculus Rift jellegű eszközzel. Tehát van benne egy ilyen tipikus japános vonal is, hogy mélyebb valamelyest, vagy legalábbis ilyen rögtön ilyen azzal a kis lassú történetük, lassabb történeteikkel prezentálva ez az egész. De mindenki, ez is ugyanúgy, mint a pokoljárás élmény, de azért pozitívabb. Tehát, hogy ez szerintem érdemes megnézni mindenképp. Már ha csak azért is, hogy esetleg később meg tudjuk beszélni, vagy kommentek hasonló. Így van. Jó, király. Köszönjük. Naked Blood, akkor továbbra is. És a Freaks and Geeks című sorozatot, ami 10-akárhány részből állt, az egy évad van belőle. Tehát ugye azt láttad. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy tetszett, mert ez a Jared Leto, Seth Rogen társaság, ugye? Tehát ez nagyjából így van, az nekik egy nagyon korai, vagy hát egy viszonylag korábbi sorozata. Ugye, ahogy a cím is mutatja, Freaks and Geeks, ilyen középiskolai, hát egyrészt freakekről, másrészt geekekről szól, csak hogy egy szép magyar kifejezésekkel éljünk. Tehát ugye a freakek azok az ilyen drogos, lógós, nem tudom, kicsit buta, vagy legalábbis lusta, az egész iskolát komolyan nem vevő arcok, míg ugye a geekek azok az ilyen kockák, tehát az éltanulók, az ilyen, hát még nem computer nerdök, de ilyen képregények, meg Dungeons and Dragons, meg hasonlókkal foglalkozó arcok. És hát alapvetően róluk szól a sorozat, egészen konkrétan kettő, hát kvázi csoportra, vagy főszereplő körre lehet őket felosztani. Nyilván az egyik a Freaks, a másik pedig a Geeks. A hát úgymond belépés vagy azonosulási pontot a Linda Cardellini által játszott, meg nem mondom, hogy hívják a főszereplő csajt. A karakter nevét. Na mindegy. És gondolkozom, de nem jut eszembe, hogy hitek. Mindegy. Szóval ő az egyik belépési pont, aki egyébként egy ilyen éltanuló, kimondottan okos, tehát nagyon okos
lány volt, aztán rájött egy ilyen, nem tudom, tini megőrülés, és így elkezdett ezekkel a freakekkel lógni. Ugye egyrészt azért, vagy először úgy nézett ki, hogy azért, mert tetszik neki a James Franco által játszott srác. Később meg, hát nem tudom, meg így megszokásból, meg lázadásból igazából. Az ő öccse pedig a geek csoportba tartozik, tehát ők a másik belépési pont, vagy azonosulási pontja ilyenek az egész sorozatnak. Meg három jó barát, tényleg ilyen kis szerencsétlenek, szemüveges pedálok, akiket halálra szivatnak mindig, meg megvernek, meg minden. Hasonló, ami kell. És hát gyakorlatilag ez az egész ilyen kis élethelyzeteket mutat be, ilyen kevésbé túlbonyolult, tehát ilyen hétköznapinak mondható problémákat az ő életükkel kapcsolatban. Ami miatt érdemes nézni, az egyrészt a stílusa, mondjuk nem is tudom, a humor érzéke az egésznek, mert ugye tényleg ez az Apatow-féle ilyen, nem is tudom, elég egyedi hangulat, az megvan itt is. Illetve azt, hogy ilyen mára eléggé ismert sztárok baromi fiatalon megjelennek, és azon lehetett sikongatni, hogy úristen, hogy nézett ki az ez, meg hogy nézett ki az az. Nem tudom, 10 évvel ezelőtt. Például ugye, amit mondtam már, James Franco, de itt van a ahogy mondtad, a Seth Rogen, itt van a maga Linda Cardellini, Jason Segel, illetve feltűnik, nem tudom, a Rashida Jones is, illetve még egy Rahedli színész, aki most természetesen nem jutnak eszembe, mert már ezt is összekeverem a Doctor Who-val, mint mindent, ami ugyanezt csinál, mindegy. Igen, és igazából egy ilyen laza, könnyed sorozat, ami egyébként félig meddig a, hát nem is mondom, hogy a veszte, de a hátulütője is az egésznek, mert néhány helyen nekem nagyon nem voltak világosak, például a karakternek a motivációja, konkrétan a főszereplő lánynak, akiről ugye tudjuk, hogy okos, tudjuk, hogy egyébként az okos körbe tartozott, és akkor itt teljesen random váltott át ezekre a freakekre, és gyakorlatilag a sorozat 90%-ában azt látjuk, hogy neki, ő nem érzi jól magát velük, vagy hát így nem mondja ki, de hogy így látszik rajta, hogy hát ő így azért nem igazán ért velük egyet, meg nem igazán tud velük mit kezdeni, de mégis ott lóg velük, és ez engem nagyon zavart, hogy miért volt ez. De ez lehet, hogy csak az én. Köszönöm az ásítást. Mit csinál? Vagy nem ásított bele valaki? Ja. Ne. Ja, jó. Akkor bocsánat. Na mindegy. Szóval szerintem érdemes megnézni, mert nagyon jó kis... hát jó, a lényeget hagyom ám ki. Ami miatt érdemes nézni, hogy iszonyú 80-as évek hangulata van. Konkrétan 80-ban játszódik. És az ember, aki mondjuk, mint én, ez iránt az időszak iránt valamennyire is nyitott, vagy rajong érte, vagy szereti, sikongatni fog ilyen fél mondatok után, hogy egyébként pont azt hiszem a... A Think például, mint a feljönne, hogy így egyébként most mutatták be a mozikba, láttad? És akkor én itt sikongattam meg, hogy kijött az új Rása album, meg ilyen félmondat, hogy és ezt olyan valaki mondja neked, aki élőben hallotta Hendrixet, és én az éneknél is sikítottam, tehát konkrétan tényleg, ha valaki szereti ezt a korszakot, akkor az ilyenekkel meg fog őrülni. Pardon. Ennyi. Tovább. Ha nincs kérdés. Jó. Utolsó filmünk pedig a Vanília égbolt. Ez Tom Cruise főszereplésével készült 2001-es film, ami egyébként ugyanannak a rendezőnek az eredeti filmje, remake-je, aki a Others-t is készítette, ez az Alejandro Amenábar névre hallgat. És... Alejandro. Tessék? Jó. Jó, haladjunk tovább. Semmi, dalolgattam. Szóval, ugye ez a Nyisd ki a szemed című film, ennek az amerikai változata. Én nem láttam az eredetit, gondolom
ti se, de egyébként az hírlik, hogy ez egy nagyon-nagyon jó film, és szintén Penelope Cruz egyébként ugyanazt a szerepet alakította ott, mint amit az amerikai változatban is játszik. Én úgy emlékeztem erre, hogy egy jó kis film, megvan benne ez a mi az álom, mi a valóság, thriller elemek, de ugyanakkor azért nem kell olyan halálosan komolyan venni. Nagyon jó kis jelenetek vannak a filmben, ami kifejezetten szerintem emlékezetesek, és érezni, hogy a Cameron Crowe rendezte, aki nagyon ilyen zenei, komoly zenei múlttal rendelkezik, tehát ő zenei újságíró is volt, és azért, hogyha a filmjeire rá teszünk egy pillantást, akkor látszik, hogy ő nagyon szereti ugye a filmzenét, mindig maga állítja össze, szereti ezek 80-as, 90-es évek rock, pop-rock slágereit használni. Ugye Majdnem hírest ő rendezte, vagy a Jerry Maguire-t, vagy most persze nem jut eszembe több filmje, de az a lényeg, hogy azért ő inkább ezen a vonalon mozog, és tényleg a Pearl Jam filmet is ő rendezte, tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag a Vanília égboltban rohadt sok az aláfestő ilyen betét dal, tehát olyan elképesztő sok, hogy én nem is értettem, hogy minek ennyi, és szerintem más filmben nagyon ritka, amikor tényleg szinte 30-40 másodpercenként váltják egymást a számok, és az a jó, hogy nem csak ez a nagyon pop irányzat, hanem van Radiohead is, van Sigur Rós is benne, tehát ténylegesen mindig az adott jelenethez illő zenét választotta a csávó. És én abszolút ajánlani tudom a filmet, persze kicsit amerikai, de egyébként nem túlzottan hagyja a nézőt, hogy elmásszon kicsit agyilag. Persze elég ráérős a film, tehát több mint 2 óra, de például Tom Cruise elég őrülten játszik ahhoz, hogy így mondjuk szimpatizáljuk a karakterével, meg jó látni azt, hogy kicsit elengedi magát, nem ilyen Jack Reacher üzemmódban tolja. Farccal. Én szeretem ezt a filmet továbbra is, igazából nem tudok miből belekötni, nyilván az eredetihez képest, ha azt láttam, akkor azért húznám a szám, de így önmagában nézve, én azt gondolom, hogy a Vanília égbolt egy teljesen vállalható és jól működő thriller. A vége csavar az mondjuk az ilyen oké, okay, de igazából jól meg volt magyarázom, meg korábban is voltak rá utalások, én szeretem az ilyet, amikor ugye visszagondolunk, és ja, hogy ez ezért volt, és ebben azért van egy pár ilyen, úgyhogy még egyszer mondom, Vanília égbolt szerintem egy tök jól működő kis film. Abszolút. Jó. Oké, akkor Zajnak át is adnám a szót egy zenei rovat erejéig. Miket hoztál ma? Hát először is hoztam a Új Ministry albumot, amiről igen, az a jó, hogy a hallgatók ezzel nincsenek tisztában, de ez szinte ilyen poém volt köztünk folyamatosan, hogy az újabb minisztriabok mindig mennyire borzalmasak voltak. Tehát én ilyeneket terveztem, hogy kimegyek paradicsommal megdobálni őket, jó, ez nyilván csak. Nem tennék soha ilyet, de utáltam az Új minisztriabokat. Szóval onnantól kezdve, hogy ha jól emlékszem, a 80-as évek végén csatlakozott basszeros a Paul Barker, onnantól kezdve, hogy kilépett, egy normális albumot nem tudtak kihozni. Mert mai napig itt van a fejemben az a kis interjú részlet, ahol Al Jourgensen, a zenekar főnöke, azt mondta, hogy most, hogy kilépett a Paul Barker, hogy végre eltűntek a elektronika, és hogy én mindig is a gitárokra gerjedtem. Na hát ez a zenében fel is tűnt, mert gyakorlatilag egy ilyen 20-rangú, 820. kópiája volt a thrash metal alapjának. Nagyon nem szeretem az utóbbi albumokat, nem tudom elégszer hangsúlyozni. Viszont amikor bizonyos fórum bejegyzések, és nem is a zenekar hivatalos honlapján, hanem más zenekaroknál, arról szóltak, hogy valamelyes visszatér a gyökerekhez, akkor arra azért felkaptam a fejemet, mert itt olyan rajongókról van szó, akik ugyanúgy utálták a utóbbi 4 albumát, és ők írták, hogy hát, hogy bele tudtam hallgatni pár számba a stúdióban, és hogy úgy tűnik, hogy ez jobb lesz, mint a néhány évvel ezelőtti kiadványok. Aztán kijöttek így az első infók, Al Jourgensen is azt mondta, Paul Barker nem tért vissza nyilván, de Al Jourgensen is azt mondta, hogy hát, hogy úgy gondoltam, hogy csinálok egy klasszikus Ministry albumot, amiben van megint elektronika. Aztán kijött az első szám, a Permavor, ami nem azt mondom, hogy hanyat vágtam magamat tőle, de
kellemesen csalódtam, mert végre nem abból állt, hogy jól van, milyen gyorsan tudok játszani a gitáron, jól van, milyen tempójúra állítsam a dobgépet, és a társadalom nem ilyenek szerepeltek valószínűleg a zenekarnak a céljai között, hanem tényleg az, hogy egy klasszikus albumot alkossanak, és azt mondom, hogy ez részben sikerült. Nem hittem volna, hogy valaha azt fogom mondani, hogy tetszik egy Ministry album, de több, mint az album fele jó számokból áll. Némelyik olyan, mintha klasszikus 90-es években készült volna, mintha a klasszikus felállású 90-es években készült volna. Tehát nem azt mondom, a thrash metal vonal az még sajnos még mindig megtalálható némelyik számban, de végre megint van torzítás, végre visszakerült az elektronika, a dobgép nem úgy hangzik, mintha a Lagzi Lajcsi háttérszint is a játszalá be, és végre valahára úgy industriálosabb. Na, tehát, hogy ez nem azt mondom, hogy a legjobb album, bőven nem hasonlítható össze egy Dark Side of the Spoon-nal, vagy a Animosity Somnina-val, vagy a mindenki által olyan nagyra tartott Psalm 69-nal, de egy pozitív album, a szövegekre ne figyelje viszont senki, azt így mondom, mert az, tehát, hogy a egész refrényben azt üvölti, hogy miért jó az, hogyha ő pofán vághat valaki tököllel, mert hogy attól vörös lesz az arca, és hogy az boldoggá tesz engem, és erről szól a szám tulajdonképpen. Tehát azért érződik, hogy L. Jourgensen miket művelt magával az évek folyamán, és valószínűleg hány agysejtje pusztulhatott el ennek hatására, de zeneileg korrekt album. És még dallamok is vannak benne, ami megint csak során gondoltam volna, hogy Ministrybe ez vissza fog térni. Úgyhogy aki esetleg szerette őket, vagy úgy a industrial metal vonalat bármennyire is kedveli, azoknak ajánlom ezt az albumot. Ne várja azt, hogy klasszikusokkal összehasonlítható, de mindenképpen egy korrekt albumról van szó. Tehát ez lett volna az első. A második, amiről beszélnék, az egy kicsit populárisabb, az új MGMT album. Most az MGMT valószínűleg sokan ismerik néhány számukat, gondolok itt a Time to Pretend-re, vagy a Electric Fear-re, vagy a Kids-re, amik még Magyarországon is, nyári slágerek voltak. Abszolút, de nyári slágerekről van szó. Azt a néhány számát mindenki imádta a zenekarnak, de valószínűleg az első albumnak a második felét, amin ezek számok szerepeltek, nem sokan hallgatták meg, mert ott azért nem egy olyan populárisabb hangzást hoztak létre a fiúk, hanem szinte 70-es évekbeli pszichedelikus rock előtt tisztelgés. A második album, én ezért is imádom a második albumukat, ott ők rájöttek, hogy tulajdonképpen elegük van azokból a popszámokból, amiket megírtak, és hogy mindenhol azt kell játszaniuk, úgyhogy a második albumon egy darab popszerzeményt nem fognak megalkotni. Ezt így kijelentették az album előtt, hozták is az ígéretet, be is tartották az ígéretet pontosabban. Nekem az egyik év albumai között ott volt annó, amikor kijött a top 10-ben mindenki. Mert nem az, hogy megújította volna a műfajt, de egy korrekt, minden tekintetben remekül összerakott pszichedelikus rock albumot kaptunk. Na most éppen ezért kíváncsi, azt mondanom sem kell, hogy habár a kritikusok szerették a második albumot, de eladások szempontjából nem volt olyan sikeres, mint az első. Éppen ezért kíváncsian vártam, hogy a harmadik albumokra, az MGMT névre hallgató albumra mit fognak hozni. Hát először is visszajött egy minimális szinten a poppos vonal, de itt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor dalolható refrények hasonlók, hanem a számok nem annyira tagoltak, mint az előző a Congratulations albumon. Végig tulajdonképpen szinte ilyen transzba ejtő számokról van szó, ami elindul egy adott ütemmel, és utána végig azt kitartják, közben nyilvánvalóan különböző rétegeket, különböző hangzásokat ráraknak, szintetizátor futamok, gitárprüntjögés, és alapvetően nyilván ének. Az albummal viszont pont ez a problémám, hogy
vannak rajta nagyon eltalált számok, szó sincs róla, ilyen például a Mystery Disease, vagy a Good Sadness, ezek mind tökéletes számok, de viszont van rajta pár olyan, ami nekem valahogy nagyon nem tetszik. És ezért mondom, hogy ez a probléma vele, mert hogy tekintve, hogy az ember már az első mondjuk 20-30 másodpercben megismeri azt az ütemet, ami kitart a szám végéig, éppen ezért, hogyha nem tetszik neki az alapütem, akkor valószínűleg a szám hátralévő része sem fogja meggyőzni az ellenkezőjéről. Ilyen például a klipnóta Your Life is a Lie, ami végig azt a 10 másodpercet ismételgeti, ami az első felében van a számnak. És az a szám nekem nagyon nem tetszik. És éppen ez a probléma vele, ahogy mondtam, hogy már az elején el lehet dönteni, hogy tetszeni fog-e, vagy sem. Attól függetlenül egy korrekt album, nem Congratulations szint, de mindenképpen szimpatikus, hogy továbbra sem tértek vissza ahhoz a pár számhoz, így hangzásban, hanem tartják továbbra is ezt a pszichedelikus vonalat, ez nekem legalábbis mindenképp szimpatikus. Illetve hoztam még egy albumot, mert azt hiszem ezt így kivégeztem, nevezetesen ezt már több adás óta akartam mondani, a Youth Lagoon második albuma, a Wondrous Backhouse. Idei albumról van szó, nyáron jelent meg, én beleszerettem ebbe az albumba, tehát olyan szintű hangulat van végig, egy akár még konceptalbumnak is felfogható, de mégis külön-külön is lehet hallgatni a számokat. Tehát nem arról van szó, hogy úgy tudod értékelni igazán, hogyha elejét a végéig meghallgatod. Akár csak az MGMT, ő is pszichedelikus rockot játszik, de nála a rock az nem annyira egyértelmű. Sokkal kísérletezőbb annál, időnként pedig meglepően popposabb. De ez az album tulajdonképpen olyan, hogy az első szám, a True Mind and Back, ami szerintem akár még a elme állapotáról is árulkodhat az alkotónak, mert egy emberről van szó. Onnantól kezdve egészen az utolsó számig, a Daisy Fóbiáig egy kerek egészet kapunk, amin egy darab olyan szám nincs, ami gyenge lenne a többihez képest. Mindegyik ugyanolyan szinten van, egyszerűen zseniális album. Nem azt mondom, hogy a kedvenc, az még mindig a My Bloody Valentine utolsó albuma, de biztos, hogy év végén benne lesz nekem a top 10-be. Tetszenek azok a kísérletek, amik a számban vannak, és nem úgy, mint az MGMT esetében, ahol érzem én a kreativitás, de mégsem áll össze. Itt próbálkozik minden számban valami újítást belevinni, és azok többnyire hibátlanul cson nélkül sikerülnek is. Az albumon vannak ütemesebb számok, nyilván. Vannak elszállós számok, vannak belassult számok, vannak átvezetők, amik ambientnek is felfoghatóak. Tényleg, elejétől a végéig hibátlan munka. Úgyhogy ezt az albumot mindenkinek ajánlom, aki szereti a picit elvontabb zenéket, igen, az, ha bár említettem, hogy vannak benne popos hatások, de azért inkább olyan elmélkedő, fogalmazunk így, elmélkedő zene. Úgyhogy Youth Lagoon-tól a Wondrous Backhouse, hallgassa mindenki, ilyen egy, szerintem egy olyan album, aminél tisztában vannak azzal, hogy mit akarnak kihozni, és azt, ahogy említettem korábban is, tökéletesen abszolválják is a feladatot. Ennyi azt hiszem most így a zenei rovat. Következő adásra majd még, azt már többször akartam említeni, elnézést, de egyébként, hogyha valamelyik hallgató szeretné, hogy itt nem csak én akár, mert hogyha mondjuk olyan stílusról van, amiben én nem vagyok annyira jártas, szerintem a többiek nevében is beszéltek, de nyugodtan írjatok kommentekben különböző előadókat, bizonyos albumokat, hogy hallgassuk meg a véleményünket, kíváncsiak lennétek rá. Remélem nem probléma, hogy ezt mondtam. Nem. Egyáltalán nem. Úgyhogy várjuk a véleményeket. Én továbbra is majd próbálok azért ilyen nyalánk csemegéket. Hihály!
ízletes csevegéket hozni zenei fronton. Én belső poén, a következő senki nem ért. Igen, így jó, oké. Okay. Következő adásban nem tudom még, hogy miket fogok, de amit garantálok, hogy az új Mad Banana albumra majd kitérek, csak azt még nem hallgattam meg annyiszor, hogy korrekt véleményt tudjak róla mondani. De ennyi lenne most a zenei rovat, köszönöm a figyelmeteket. Mi is köszönjük, mindenképpen hallgatok utána ezeknek az albumoknak, én ezt javaslom, és akkor úgy látom, hogy végére is értünk a mai műsorunknak, elmondtuk az összes filmet, sorozatot és zenét, amiről szerettünk volna beszélni. Köszönjük szépen a figyelmet, nektek srácom is köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor legközelebb valamikor jelentkezünk valamivel, egyelőre még nem tudjuk, hogy mivel, nem tudjuk, hogy mikor, de az a lényeg, hogy jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok! Hey. Yo, yo, yo. What? Motherfucker. What's up, man? Bitch. Yo, righteous. Give me some skin. Bye, bye, bye. Bye.